A munka ünnepére sem kötöttek békét a szakszervezetek. Külön majálisozott a Liga és a nemrég alakult több szervezetet is tömörítő Magyar Szakszervezeti Szövetség. Utóbbiak szervezésében több ezren tiltakoztak a munkavállalók rossz életminősége miatt. Tőlük néhány száz méterre a Liga színházat játszott, ők egy flashmobbal készültek. Azt a kötélhúzást játszották el, ami Gaskó István szerint megy a kormány és az érdekképviseletek között. A Városligeti Fasor és a Dózsa-György út sarkán kezdték a majálist a nemrég alakult szakszervezeti szövetség tagjai. Több száz színes lufival, rengeteg zászlóval és transzparensekkel gyülekeztek. Több ezren tiltakoztak a kormány dolgozókat érintő intézkedései ellen. Az van ráírva, hogy ápoló vagyok! Fekete ruhában, egy táblával a nyakában állt színpadra az autonóm területi szakszervezet elnöke. Varga Andrea azt mondta, a fekete ruhás ápolók mozgalma nem csak az egészségügyi dolgozók tarthatatlan helyzetére hívja fel a figyelmet. Jelenleg ugyanis 1 millió ember dolgozik főállásban a létminimumnál kevesebb bérért. Én is ápoló vagyok! Kiállt fel a munkavállaló, aki belerokkant a munkába, és köszönet helyett megaláztatást és alamizsnaként odavetett járadékot kap. Feketében érkezett a demonstrációra az internetadó elleni tüntetések főszervezője is. Gulyás Balázs azt mondta, Magyarországon nem csak az a szegény, akinek nincs munkája, már a dolgozó emberek is egyre rosszabbul élnek. Magyarország a 3 millió Tiborc országa, de mégis van egy Tiborc, aki gazdagodik. Miközben a mi panaszainkat fogalmazzuk, ő ellenfelek nélkül nyer közbeszerzési pályázatok. A szakszervezeti szövetség elnöke rabszolgatörvénykönyvnek nevezte az új munkatörvénykönyvét. Szerinte a kormány olyan szabályokat írt elő, amelyek saját alaptörvényével is ellentétesek. A legfontosabb dolguk, hogy visszaszerezzük a munka és a munkás becsületét. Ezért kell visszaszereznünk a tisztességesen dolgozó kisember fogalmának és jelentésének a tulajdonjogát. Ez a mi világunk, ez a mi jelzőnk, és nem hagyjuk, hogy ezt mások manipulációra, megtévesztésre, hazugságra és rászedésre használják. A beszédek után a szakszervezet tagjai saját zászlóik mögött felsorakozva vonultak át a Dózsa-György úton, majd a Hősök terén keresztül a Városligetbe. Követelem a sztrájkjog helyreállítását! Majd jövőre! Most követelem! Akkor győzzel le minket! Vállalom! Mindössze néhány száz méterre a menettől a kizsigerelt dolgozók és a kormány képviselői húztak kötelet, persze csak jelképesen, a flashmobot a Liga szervezte. Gaskó István szerint kötélhúzás megy a munkavállalók, a munkaadók és a kormány között, amint csak összefogással lehetne úrrá lenni. A Liga elnöke júniusra sztrájkot ígér, ha nem változik a helyzet. A létfenntartáshoz szükséges forrást sem keresik meg a munkavállalók napi 8 órában, ha minimálbért keresnek, és ez pedig a magyar munkavállalók 40%-át is kiteszi. Jelentős a munkavállalói szegénység Magyarországon, amin valamilyen módon úrrá kell lenni, fölül kell kerekedni. Gaskó István egyébként azt mondta, azért nem ünnepeltek együtt a többi szakszervezettel, mert a Ligán kívül ezt senki sem akarta.